Sziasztok, Zozoka vagyok. Folytatom tovább a Metro Exodus című játékot. És az az érzésem, hogy ezen a végjátszáson átokül. Elmondom, hogy miért. Két dolog. Az előző videó végén a szemfülesek már talán észrevehették, hogy ahogy forgolottam ott a vonatkocsiban, lakókocsiban, hogy nem jelent meg megint az ilyen billentyű felirat. Ami azt jelenti, hogy semmi interakcióm nem volt. Nem tudtam megnézni a naplót, a rádiót elindítani, és a legfontosabb, nem tudtam kijutni a vagomból, a kocsiból. Nem jelent meg az ajtónyitás. És az a vicc, hogy nem tudom, hogy válhat egy mentés, oké, korrupt. Ugye, eddig meg tudtam oldani, hogy akkor kerestem egy másik mentést, visszatöltöttem, és akkor ott jó volt. De most egyik se mentés sem volt jó, mindegyiknél megkaptam azt, hogy nem tudok kijutni a vagomból, a kocsiból. És gyerekek, bármit próbálkoztam, utána olvastam, és ott még régebben is abban a kocsiban nagyon nagy bugok voltak. Tehát, hogy kiestek a kocsiból, tehát le a sinekre, fölrepültek a levegőbe. Amikor kinyitották az ajtót, kiléptek, akkor is. Mit tudom én, mi történt, mindegy, hogy leestek, kiestek, fölrepültek. Tehát, hogy itt ezen a helyen átok ül ebben a kocsiban. És bármit próbáltam, srácok, az volt a végső megoldás, hogy letöltöttem egy mentést az internetről, nem tudom, gamesafe.com, fingom nincs, lényegtelen. Letöltöttem egy mentést, ami tartalmazza a fejezeteket, tehát az a helyzet, hogy a betöltés az nem jó értelemszerűen, hiszen az annak a srácnak a játék végén volt négy mentése. Tehát az nem jó. A fejezeteket tudom visszatölteni. És ugye szerencsétlenségben a fejezet elején ugye ott vagyunk mi. Tehát a fejezetet vissza tudom tölteni és tudom folytatni, de viszont nem az én szévemmel. Na most ahogy leírták ott a szévnek a readme-jébe, tehát naplójába, hogy minden befejezés pozitív. És nagyjából megfelel az én végigjátszásomnak, hiszen ahogy én gondolom, hogy nagyjából mindenhol a pozitív befejezést értük el. De majd meglátjuk, hogy lesz-e eltérés. Ha észreveszük, észreveszük, ha nem, nem. Tehát nem az én mentésemmel folytatjuk most a játékot. És én végig akarom játszani a játékot, mert maga a játék kurva jó. Tehát nekem tetszik a játék. És itt jön a másik dolog, hogy én már az a helyzet, hogy elkezdtem ezt a következő fejezetet, és szerintem már majdnem a végénél jártam, és akkor nem fogjátok elhinni, és én ott kaptam idegösszeomlást, üvöltöttem, mint egy állat. Meg anyáztam, meg kányáztam. Áramszünetem volt. És ennyi. És értitek, tehát itt van négy mentésünk, ami megint nem tudtam mit csinálni. Mert ugye olyan helyen volt a áramszünet termény. Még ha ugye az elején lett volna, akkor semmi gond. De oké, de nem. Na mindegy. Tehát áramszünetünk volt. Rövid ideig, pár másodpercig. És ennyi. És hát utána, amikor lenyugodtam, már meg is rendeltem a szünetmentest, tehát most ez a felvétel már úgy folyik, hogy itt van egy 480 wattos szünetmentes táp ide a gépre rákötve. Amit már rég kellett volna pótolnom, mert régebben is sokszor volt nálunk áramszünet, ilyen pár másodpercekre. Volt itt ilyen vihar nálunk, ugye? És csak hát ezt nem tettem meg. Megkérdezzétek, hogy miért, ennyi. Van ilyen, mi az, nem SSD, hanem... Mindegy, ott van nekem egy szünetmentesem, egy olyat vettem ide is most ehhez a géphez. Hülye voltam, hogy ezt nem... De nem is az a baj, négy mentés, gyerekek. Négy kurva mentés, kevés. Értek, tehát mert volt nekem már áramszünetem más játéknál is, úgyhogy nem volt itt szünetmentes. Csak a mentésekből vissza tudtam tölteni. Na mindegy. Tehát most úgy vagyunk, hogy nem a saját szívemmel, de folytatjuk a játékot, és ezt a fejezetet akkor kénytelen vagyok megint újra játszani, mint a előzőnél a Kaszpi-tengerest. Nem tudom, meddig jutottam,
Kénytelen vagyok újra játszani, mert most meg áramszünet. Oké. Tehát ennyi, és hogyha... Igen, tehát hogyha megnézitek itt a fejezeteket, akkor láthatjátok, hogy itt sokkal-sokkal több van. Jó, jó, jó. Ennyi, csak ne puskázzatok. Tehát, hogy sokkal-sokkal több van. És akkor betöltés... Mert én már betöltöttem a fejezetet, és végig vártam, amit dumálunk Annával. Tehát, hogy az már ugyanaz legyen. És akkor itt van egy 5. Q24-es, ez lesz a milyen. Fanatics on the banks of Volca. Cannibals in the mountain bunker. Slavers on the shores of the dried out sea. Ez nagyon jó szöveg. How many monsters has the war given rise to? Or perhaps were they always there? And the war simply gave them a chance to show themselves, and now we're stuck with them forever. Regardless, we can't afford to lose hope. We are getting ever closer to our dream. Finding a place where we could live, free from radiation and mutants. The maps we recovered in the desert have provided us with several promising options. And now the crew members are excitedly waiting for the Colonel's decision on where the Aurora should go next. Currently, though, the train is calmly rolling eastward. The crew rests, and Stepan proposed to Katya. It was a proposal she couldn't refuse. Super. Jó kis szöveg volt. Nem tudunk így visszatekerni vele? Nem. Ugye az a rész, az nagyon tetszett, hogy milyen szörnyetegé váltak az emberek, és hogy ők mindig ilyenek voltak, csak rejtve, ugye? És igen, tehát hogy szerintem is. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy mondtam-e, ugye, de hogy én azt mondom, hogy az emberiség körülbelül egy harmada bármikor itt szörnyeteggé tud válni. Még egy harmad az, aki hát igen, tehát hogy lehet, hogy valami kihozza belőle a legrosszabbat, és talán egy harmad az, aki így tényleg törekszik a jóra. Persze ők is szörnyeteggé válhatnak, hiszen most gondoljatok bele, valakinek megölik mondjuk a lányát, a feleségét, a hozzátartozóját, az biztos, hogy nem fog megnyugodni. Ugye? Na, jó, mehetünk tovább. Tehát, mennyegző lesz. És itt vagyunk, srácok. És ott van bassza meg, meg ott van bassza meg. Jó, de van nekünk egy olyan dolgunk, hogy ez érdekes. A naplót gyorsan átfutjuk. Nem akarok most sokat szarozni, mert a napló. Tehát itt ugye végigvehetjük megint azt, hogy mi történt az útunk során. Az a baj, hogy most ez nem is a mi útunk pontosan. De itt le lehetne követni, hogy minden úgy történt, de most én ezzel nem akarok foglalkozni. A legénység az szintén nagyon hosszú. Jövünk még majd ide vissza, és szerintem majd akkor. Valahogy elolvassuk. Ha más nem úgy, hogy szemmel. Tehát, hogy így nem felolvasom nektek, hanem szemmel, mert ez nagyon sok info. És hát a többi meg annyira szerintem nem fontos. De ami fontos, az a rádió. Várjunk még egy picit. Nem, akkor itt nincs adás, úgy néz ki. Ez a Dina az nekem nem rémlik. I didn't expect you to be on radio duty. Here's what I wanted to say. I'm coming back from Nizhny already. How are you guys doing in Cheboksary? Over. Well, doing all right, considering the radiation and all. Over. Well, Dina, I see that you're in no mood for chatter today, even though I have news. The locals did end their scuffle after all. Well, I'll tell you more when I'm back. Over. Not in the mood? It's just that we have news here too, so come over quickly if you don't want to miss all the fun. I see. I'm gonna run then. Over and out. Good luck with your marathon. Over and out. Jó.
megint segítségre hívtam amúgy Szenysinek a végigjátszását, és ugye ezt a, erre a részre is rákerestem, hogy neki volt-e kifagyása, de neki nem. Ez, tudjátok, ez olyan megint, hogy régen voltak valami bugok a játékban, azt javítják, de újakat szülnek. Most ez nem tudom, hogy ez például ez a korruptált mentés, ez mit csinál, ez hogy jött létre, vagy mi ez, mindegy. Na ez érdekes volt. Come in. Bandita. Hey, Demon, help us. Where the hell are you? Come in. Ah, Demon, why so much fuss? Why you expect me to answer the second you call? Because of the frequency we're on, that's why. It's always jammed with the fucking art project bullshit. Ah, you no need to worry about that. It's gone now. Gone? I thought that with so many fools going there and never coming back, it would be going on forever. I think some fool actually got there. Broke the record at all. Fat fucking chance of that. I'd say whatever's been gobbling them fools up is just full now and is getting some Z's for digestion. That may be, but now we can talk here and nobody will know. Yes, we can. So, what was that you wanted to talk about? You hear about that meet? Mm-hmm. Yes? I have. Not that I'm invited. I'll just stay here and wait for one of the two bosses to come hire me and my boys. How about you? Me too, me too. My people, they want some action and fat payout. And this is chance by the Holy Flame. And here, what I want to talk about. How about we work together? Ah, good thinking. I don't want to fight you anymore. I don't want to fight you too. That knee still hurts. So, what you say, old friend? I'm in. We need to talk in person now. A good deal likes privacy, and even though this frequency seems secure... Yes, I understand. Let us meet tomorrow. At the old restaurant, what you say? Huh? Deal. See you there, Abbas. Over and out. Rachmet, my friend. Over and out. Bandita. Brothers and sisters, the Baron, no. That old dog, is dead. I killed him myself. All of the Moonlight by Lair are confused now, like headless chickens. Our day has come. Fight them. Fight them however you can. Come where the Baron's rig used to be. Come, and we'll give you weapons. You served those dogs for too long. And what did you get in return? Only cruelty, death, and the Holy Flame, which I spit at. It is time to chase them away from our land for good now. All of our land, all oil, all food will be ours. Death to the Moonai by Lair. Ugye az én végig, annak lehet, hogy most utána nézhetünk, ugye az én végigjátszásomban Damil ellel, ugye, én tudom, hogy R, de nekem Damil jobban hangzik, ugye ott maradt. Lehet, hogy azt meg is nézem most a szereplők. Ó, oh. Igen, itt meg egy jó kis pop zene van. Jó, ennyi. Menjük vissza oda az elejére. Hogy ott lesz-e valami rádióadás. Most már. Valahol itt? Nem, nincs. Valahol itt volt, jó. Na, akkor ezt egyelőre ennyi. És akkor nézzük meg a naplót. Legénység. Damir. És a végét, bocs, a végét. Ó, aha, itt jött velünk valamiért, ebben a végjátszásban jött velünk Damir, ott pedig ott maradt, az én végigjátszásomban. Hát gyerekek, hát ennyi, sajnálom, de ez van. Mindenki más él,
Tehát az is így jó ilyen szempontból, hogy mindenki más él. Tehát hogy ez a leg... Úgy néz ki, hogy akkor az a pozitív, ha Damil jön velünk, és nem ott marad. Érdekes. Nem tudom, hogy ez mitől függ például. What do you know? Everything is perfect, Artyom. Follow us. Megyünk is. Mindjárt. Ja, igen! Ohohohoho, gyerekek! Na, hát abban a végjátszásban, amit most ugye újra kezdtem, ide jöttem és... fölszerelkeztem, na most... Hát most már tudom, hogy erre nem kell az időt pazarolni, tehát megspóroltam időt. Viszont itt a beszélgetéseket le kell folytatnunk. A fiúkkal, a lányokkal, mindenkivel. Please. Half a year on the road, and 4,000 clicks behind us. We have been through a lot. All right, people. I do understand I can't keep it a secret much longer. After a careful study of the satellite maps we've obtained, and much deliberation, we've found a place we could call our new home. It is a river valley. There's forest and a hydroelectric power plant. Yeah. This place is quite far from densely populated areas, which, as our journey has proven, is important. We're about 2 days away from it now. Hmm. So, congratulations, everyone! Yet, this is not our last order of business for today. Stepan, Katya. Rings! Stepan, Katya, repeat after me. I take you to be my spouse. I take you to be my spouse. And vow to hold you from this day forward. And vow to hold you from this day forward. For better or for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish, until death do us part. As the captain of this ship, I hereby pronounce you husband and wife. Live long and be happy. Oh, and... Gorka! 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 És ezzel végze is a Xina. Hát, sejtettük gyerekek. Sok köhögés. Hana, what's happening? Be careful, people! Amúgy érdekes, hogy itt nem látom Damilt. Hát annak nagyon ilyen, olyan, nem tudom, valami ázsiai, mongolid volt. Nagyon észre lehetne venni. Sorry, I didn't say anything. What are you talking about, baby? In the Yamantau, when they dragged me away, that ghoul doctor said my lungs were falling apart. The gas I breathed in that ammo dump said I don't have lungs. Az ugyanaz. Az szerintem az mindenhol lesz történik. And all that sand, so that might be the reason.
Katya, Artyom, a few words. Ez szerintem a fő sztoriba így benne kell, hogy legyen. Most már így picit ismerve a játékon. I'm alright, Artyom. Go. I'm fine now. Ó, gyerekek, na hát ez bizony, ez még kellett itt nekünk. Ugye a Jamantai hegynél volt az a szadista orvos, és ugye előtte volt a Volgánál, ugye amikor ugye beesett Anna, egy ilyen, hát akkor a légirő összeraktár volt, és ugye ott keringtünk, és ott beszéltek arra, hogy igen, hogy, a, hogy a, ott volt valami vegyi anyag. As soon as something happens, it's always Artyom's fault, even when he had nothing to do with it. Ott van. That's just his fate. Fate? Get out of here! Yes, in any case, Katya will calm the Colonel down. You shouldn't worry either, Anna. She'll fix you in no time at all. She's good. No doubt about that. We drew the lucky ticket with her, especially you, Stepan. That's a fact. Thank you, Anna. Na hát és igen, tehát hogy még azt a sok dumát azért végig kell várnunk. Most végső soron... Bocs. Végső soron akkor most mivel megyünk? Üzemanyaggal? Gáz... olajjal? Vagy mi a franca? Ugye erről volt szó. Oh! So, nézzük. Son, care to tell me what we do now? Let us not panic and think constructively. So, Katya, what do you think? I think that trusting some degenerate diagnosis wouldn't be wise. A move from humid metro into the desert with its dry heat and sandstorms is a stress for us. Yes, I do think she'd be hit really bad right off the start had it been gas. My thoughts exactly. Thus, first I'll check her condition to the best of my knowledge. Also, we're approaching the valley with its forest air. That alone could heal her. I'm sorry to intervene, but did something happen? Anna coughed up some blood. Oh God. Do you really think it's the sand? Sounds more like TB to me, that's for sure. TB we can handle. We've got enough antibiotics, and air does help with that. But what if... what if that degenerate was right, Katya? What do we do? Is there medicine? There was an air defense battery station in our village. Right on the brink of war, they received a new drug. It saved a lot of people after gas exposure and general poisoning. I'll check my mom's records and find its name. I think it was produced in Novosibirsk. Right, Novosibirsk. Irmak, your opinion. For Anna's sake, I'd go to the edges of the earth. As for Novosibirsk, it's about 2,000 kicks. Then it's decided. We head for the valley. If it is suitable, we settle there. If Anna's state worsens, I'll take a group of volunteers to find that drug. So Katya, please, find that name for I'll us. I'll find it, don't worry. One more thing, Artyom. I want no surprises in that valley. You are our most seasoned scout. So take the rail car, one volunteer. Go check everything out before we arrive. Let's go back for now. Tell Anna and the people to calm down. Now I understand why she was so down at me. Just imagine thinking about all that for so long. So, what is the jury's verdict? Now here are your orders, everyone. First of all, stay calm. The plan stands. We head for that valley with its fresh air and clean water. Then we go about settling there. If Anna's health... Dad, please. I repeat, Anna, in case you start getting worse, there's a drug Katya told us about, so we can go and find it for you if it is needed. That sounds like a great plan. I'd also like to say this. Guys, please don't worry. I've been feeling pretty bad as it is for ruining the party.
Oh, come on. You didn't ruin anything. I just brought myself down to rock bottom over that bastard from Yamantau. Though it must just be the sand and desert climate. Of course that must be it. We were discussing exactly that just now. All right. A toast. To you guys. Just be happy together. Great toast to you! Stefan, will you play that song? Smooth as silk! És ezt meghallgatjuk. Tudja, hogy YouTube figyelmeztetés lesz belőle. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы. Это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей. Нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе. Мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. This is definitely about us. There's even a colonel in it. It's me, Nigos. Yes, it is time we took this land back. And one more thing. We don't want surprises like the ones we had on the Volga or in Yamantau. So we're sending a scouting party ahead on a rail car. Artyom needs a volunteer to support him. Me! Pick me! I'll check the hell out of that valley, please! Something makes me think that Alyosha is mainly going to check if there are any Amazons or women in general there. So we're all set. Frankly, I envy you, Stepan. You got a full family, a wife and child at once. And you don't have to worry about diapers or belly aches. Envy is a bad thing. We're not the ones to avoid diapers, Colonel. In fact, we're planning to present Nastya with a little brother, if she doesn't object. I'd rather get a sister. We could play with dolls together. I could care for her. You could play Sparta in special operations with your brother. Ah, cut it out, Stepan. God knows we've had enough of operations. I don't know about you, but I'm tired. I'd like to retire. Time to have some life. You can't retire yet. You're too young.
I am old, Nastya. You're not. You said envy was a bad thing, Nastya. But what am I to do? Your mom has you, but my Anna doesn't have a smart girl like you. Dad! Don't dad me! A 20-year-old won't even think about children. But I would sure like to see grandchildren at my age. Yeah, you'd teach them CQC. Dual-wielding pistols. I could come visit you. Of course, you're welcome, Nastya. The thing is, Grandpa Miller won't give up until he has grandchildren of his own. Hear that, Artyom? I don't even know what else to say. She's beautiful, sporting. Yeah, I'm Olympic level with a rifle. I get not having kids in Metro. Darkness, TB, rats, mutations. But what about here? All right, Dad. We'll get to work on solving your problem tonight. At that note, how about a drink? To repopulation of Earth. To kids. Yes, to children. To children. Children. One more toast to the new colony. May it grow and prosper. Oh, this is good. Hooray! To the new colony. Na most én ennyitől már berúgtam volna, azt gondolom is. Alyosha, I never doubted you. Cool. Yes, Alyosha. I don't think you should be worried about that. If we are successful, there will be people joining us. Honest, good people. I'm sure they survive too. Well, if any bad people decide to show up, they'll be sorry they did. Oh, definitely. When we're done with the bad apples here, we might think of something to do about Moscow. That's true. To love! To love! Yeah, smooth as silk! Nectar of the gods. No? It's your turn, Artyom. Come on, impress us. Azt hiszem, hogy semmi. Aha, nem semmi. Menjünk egy picit arra? Egyelőre. Jó. Tehát, hogy... Opa! Mondta. Ahogy az is, akkor nem tudom, nézzük azt. Hogy nem tudom, hogy már mit olvastam, de szerintem biztos, hogy Angliában szóló történet volt, és ugye a iparosodás környékén, tehát amikor a Londonban például az emberek ugye legfőképpen szénnel üzeltek. És ott volt, de lehet, hogy valami német regény volt. Mert hát miért ne értetek, hát most Németországban is ugye volt olyan korszak, hogy szénnel üzeltek. De azt tudom, hogy tehát hogy ez a hát népbetegség volt, a tüdőbetegség, a TB-sz, tuberkulózis. Népbetegség volt, és ugye nem nagyon volt rá gyógyszer. Egyetlen egy gyógyszer volt rá, hogy elköltöztél onnan, és egy jó levegő helyre mentél. Tehát ennyi. Szörnyű a... sajnos, de ezek vannak, ja. Várjátok ezt miért? Megnézzük. Ja, hallgathatnánk megint szöveget, de még akkor csak így megsimogatjuk, meg magunkhoz öleljük Annát, aztán megyünk tovább. Nem tudom, hogy ugyanaz a szám lenne. De látjátok, ha még a napot is olvastam volna, basszus, akkor soha nem végzünk. Inkább itt visszanézek, hogy még itt lesz-e bármi. Például várjatok a rádiót, ha meghallgatom. Most. Akkor... Nem. Ugyanaz. Nincs adás. Station
Oh, wow! Greenhouse here. It wasn't... Your shipment of fertilizer is out of the door. ETA 2 days. Did you copy that? Copy that, Station. Thanks for the update. Good. Station, over and out. Már túlmentem. Nem, nincs itt semmi. Itt volt talán ugye a rablóknak. Itt. Nem, menjünk vissza. Jó, igen. Jó. Jó. Nem volt egy nagy szövegelés, meg nagy infó, de... Megnéztük ezt is, srácok. Oké. Okay. Jim. Hello, my friend. As you can see, we're busy with giving the weapons some proper care after the desert. Yeah, I hate sand, I must say. It's rough and coarse and gets everywhere. Irritates me to no end. So, as soon as we got out of that hellhole, I started cleaning and overhaul. And Duke, being the kind of guy that he is, volunteered to help. Yeah, volunteered my ass. You're a slave driver, like that Baron. Well, you shouldn't have taken a shambler for a dive in the sand. It's not a kalash. I didn't even shoot it afterwards. Thank God. I don't know if it even will shoot, though. So you, young man, got lucky there. Yes, it is a mystery, really, how those bandits managed to keep their guns working in that desert. Though their gunsmiths are good. That gun you brought back is definitely custom-made. Ez erre nem emlékszem. And it's been well-maintained, too. This just warms my heart. Erre nem emlékszem, hogy találtunk volna bármilyen olyan pisztolyt. Találtunk fegyvereket, de... Tehát passz. The new ammo would have worked wonders there. I'm sure you'll give it a try later, though. Well, yes. You could have barbecued them all. Yes, in any case, you don't need to worry about the weapons, Artyom. I'll have them in mint condition by the time we make our next stop. Most az a helyzet, hogy megússzuk a fegyvereknek az átnézését. Jól van, srácok. Akkor most így egyelőre ez így ennyi. Megyünk most már a dolgunkra. Azt hiszem, hogy itt semmit nem tudunk csinálni. Igen. Már csak itt. Ez az, és elkezdjük. I can't say I've ever been religious, but right now I'm begging all gods, please, watch over Anna, and make the valley cure her of her affliction. In the meantime, Alyosha and I are on a recon mission. We have no idea of what is waiting for us there. Though Alyosha seems convinced that there are going to be crowds of women eagerly anticipating his arrival. If that turns out to be the case, then I have the best companion possible for this mission. Mindig tölt. Igen, még ugye azt is csináltam, hogy a legelsőnél SSD-re raktam a játékot. Volt helyem SSD-n, és hát akkor legyen gyors betöltésünk. Aztán ugye, amikor próbálkoztam a játékkal, akkor most azt letöröltem. Tehát újra raktam a játékot ezen a gépen is, csak akkor már nem SSD-re, hogy hát haza baj. Fölraktam a régi gépre, ami ugye most az i7-es, és ott van egy ATI videókártya, amin még elfutott a játék. És hogy azon is, tehát hogy nem az volt a baj, hogy itt most az AMD meg az Nvidia pároson valamiért kifagy a játék. Azon a gépen se volt jó sajnos, tehát ennyi. Illetve még azt találtam most ki, mint a óvoda, tényleg, hogy tényleg mindig kilépek most, fölvettem egy részt, kilépek a Windowsba, kilépek a játékból, és
elmentem kézzel a széveket. Mindig új és új és új helyre, és körülbelül akkor így olyan, mit tudom én, 3-4 ilyen tartalékot föntartok. Értek? Tehát, hogy mindig azokat, mindig lesz egy olyan 3-4 ilyen mentési tartalék, amikor vissza lehet menni. Tehát, ó, basszus, szörnyű. De az a helyzet, és ezt most lekapogom, hogy ugye mondtam, hogy én már játszottam itt ezen a taigapályán, mert majdnem, szerintem már majdnem a végéig eljutottam, majd elmondom, hogy miért, gondolom ezt. És eddig nem volt baj a játékkal, de mindegy, most megint lekapogtam, mert nehogy itt valami gond legyen megint vele. Most már félek, reszketek. I'm rather partial to this valley. Take air for one. Makes your head swim. Never smelled air like this in my life. I bet if we spend a week there, it won't just cure Anna. It'll make Colonel grow his feet back. Hát igen. Jó levegő, az nagyon sokat számít. This is one bumpy ride. The rails are all bent. The whole track seems to be fixing to slide down. I sure hope it can hold our weight. Let's hail the Aurora and tell them to take the other road. Come in, Aurora. This is forward recon. Do you read? Oh! Aurora here. Reading you loud and clear. Over. Colonel, sir. This track won't hold the Aurora. Take the main one. What one it got? Situation is completely awesome, Colonel. Sir, Anna is sure to love it here. Over. Glad to hear that. Carry on. Aurora, over and out. So the plan goes like this. We get to that dam, check it out quickly, and call them over. Just take a look at all this beauty, huh? Don't you want them to see it sooner? Look at that church for one. Elhagytuk a hátizsákot. Mozogni. Our guys caught your friend, but I can see you're two are not bandits. I'll help you out if you don't do anything stupid. Gotta run now. Just stay out of sight and you'll be fine. Catch you later. Ez az erdő gyermek egy picit összekavart engem, de aztán a végén mindenki tisztul. Hello! Az a büdös nagy harci helyzet, gyerekek, hogy ezen a területen lévő kis történet, az egy olyan sztori, hogy szerintem abból egy külön játékot írhatnának. Zseniális, nagyon jó. Jól van.
De mi ugye akkor így mászkálunk össze-vissza, mintha mi sem történt volna. Ja, na igen, és ezért mondtam azt, hogy megsporoltam nektek, mert semmi, tehát nincs nálunk semmi gyerekek, nulla. Térképet meg tudjuk nézni. Na és akkor, ugye nem tudom mozgatni sajnos az egérkurzort, de ugye láthatjátok azt, hogy a vonattal majdnem ugye elértük a gátat. És ugye beestünk a folyóba, és ide délre kerültünk teljesen. És az a feladat, hogy ugye éjszakra ugye eljussunk. És ezért gondolom, hogy én már majdnem a végén voltam, mert már ugye eljutottam úgy éjszakra. És jó, nagyon jó kis sztori lesz. Nagyon jó kis sztori lesz. Remélem, hogy fölcsigáztalak benneteket. Oké. Várjátok, azt még akkor még fixáljuk le, hogy mi a feladat. Így van. Hát ez a feladatunk, hogy éjszakra jussunk. És zseniális. Azért mondtam, hogy nem hagyom én annyiban ezt a játékot, bassza meg. Ez egy rohadt jó játék. És ez olyan játék, mint a Last of Us, hogy azt is így előveszem, és akkor néha végig játszom. Ez is olyan. Tehát, hogy itt érzem azt, hogy a Metrón ezt nem éreztem. Ugye a Last Light-on nem játszottam, azt mondtam, de ez a játék, ez megint olyan, hogy itt érzem azt, hogy basszus, lenne kedvem újra játszani vele. Akár, nem tudom mikor, mindegy, lehet, hogyha végigjátszom, hogy újra elkezdeném, de valószínűleg nem, mert nem lesz rá időm sajnos, ha minden igaz. Nem lesz rá időm, fiú. És nagyon keveset fogunk harcolni ebben ezen a részen, az a vicc. Hát legalábbis mi. Egyetlen egy nyílveszőnk van a nyílpuskához. És én teljesen elájultam az itt lévő kis sztoritól. Nekem nagyon tetszett. És így gyűjthetünk megint mindent. Igen, invertorink sincs, semmi nincs, mert nincs invertor ez a hátizsákhoz kötött. Ó, valamiért picit így most gyakad. Próbáltam ugye mindent úgy beállítani a játékba, ahogy volt, de lehet, hogy a hang egy picit más lesz. Ugye azon majd tudok korrigálni szerencsére a videóvágó programban. Flashünk van. Oké. Flashünk van. És hallhatjátok ezt a farkas üvöltést. Meg ugye, hogy majd mennyi... Milyen mutánsok lesznek itt? Lesznek egyáltalán mutánsok? Hiszen ez egy megkímélt környék. Ó, wow. 88-as. Ó, várjatok. Na most ez egy képeslap. Most itt találtam egy képeslapot. Na pont ezt akartam megnézni. Igen. Tajgán vagyunk, és 15. ugye a képeslap. Aha, itt Kaszpi-tenger értelemszerűen nincs semmi. A Kaszpi terület. Úgy sem tudunk most tovább menni. Várjatok, hogy hozzam be a gyűjtögetni való, napló. Kaszpi terület. Mert ugye ezek nem az enyémeim. Itt volt olyan, amit a srác ugye megszerzett, a tajga, várjatok? A nyár. Jó, tajga, szemszeri, jó, azt remélem, hogy majd lesz ugyanaz elénk kerülve. Hiszen, na jó, majd meglátjuk. Ugye mondtam nektek még a elején a játéknak, hogy a próbafelvételek során teljesen újra kellett valahogy raknom a játékot, vagy nem tudom. Hoppá. Ne! Hogy a büdös francba akar... Istenem. Hú, a szívinfarktus. Tehát, hogy a próbafelvétel során, amit naplót találtam, azt már nem rakta be újra a játék. Hogy így a terepre. Tehát, hogy nem lehetett újra fölvenni.
Erre majd figyelni kell akkor sajnos. Erre majd figyelni kell, srácok. Hopp. Meg arra, hogy minden szart, ugye, most át kell kutatnunk, meg kell néznünk, mert semmink nincsen. Felirat. Fosztogatók, mindannyiótokra ugyanez vár. Ugye amit láttunk, hogy van itt valami más csoport, ugye Olga, aki ugye kihúzott bennünket, az a, úgy volt elnevező, hogy az erdő gyermeke, de ugye, hogy úttörők is vannak. Ez nagyon durva, hogy benyomva ott a kemencébe. Portyázó, portyázó. Az amúgy egy fekhely lenne? Nem tudom. Amúgy tök logikus lenne, hiszen ott van a legmelegebb a kemencénél. Sőt, szerintem az talán inkább túl meleg. Viszont azt is látni fogjuk, hogy akkor az a srác, akinek ugye a mentésével most játszom. Ja igen, a mentés oroszul fogadott. Azt még arra is rá kellett keresnem, hogy hogyan állítom át oroszról angolra a játék nyelvét. Basszus, az is gyönyörű volt, gyerekek. Erőszaktevő. A rohadék. És tököllődték nyilla. Nem kell, hát ha bár meggyújthatjuk, nem tud sem mennyiből, mert nem ártunk vele senkinek. De és akkor várjatok egy picit, nézem meg most a gyűjtögetni való napló. Tajga. Jó. Ez szerintem egy úttörő. A felirat. Várjatok. Basszus. Jaj. Annyira zseniális ez a kis terület, hogy hihetetlen. Ezt tetszik eddig a legjobban. Felirat, Sherry. Sherry? Az oktató két órán keresztül védte az utat a fosztogatók ellen. És majd így szépen föl kiderül, hogy kik ezek az oktatók. Ez is ez valószínűleg egy úttörő tábor. De már nem árulok el nagy titkot, hiszen ez volt a elején is, hogy úttörő beszélgetett. Hoppá, Rézimi! Gyönyörű! Tabúj feljegyzés. Itt van, akkor itt van szemszeri üzenet. Szemszeri üzenet. Bandita! Ez a terület a parti testvéreké. Tűnj el, vagy fizess az életeddel, ahogy azt mások is tették. Halál a betolakodókra. Jó, akkor megkaptuk így. Valószínűleg, hogy azért, mert hogy ez egy így elénk lőtték, értitek. Ez mindig ott lesz. Oké, látom, hogy van mentésünk. De sajnos nem tudunk átmenni. Na és valamit kipróbálok. Aha! Jó, én itt annyit tököltem.
Én itt annyit tököltem, gyerekek, hogy megölted, de akkor most megnéztem, tehát meg lehet menteni. Így van. De tényleg ki tud... Aha, ki tudnánk szabadítani. Na most az a nagy harci helyzet, gyerekek, hogy akik őt megkötözték... az a helyzet, hogy ők annyira nem gonoszak, tehát nem gonoszabbak, mint a bandita. És az a helyzet, hogy... Most őt megölöm. Megnézem, hogy mi lesz. Mondjuk el is lehetett volna ereszteni. A felirat rossz. Őre itt nem volt semmi. Ő mit csinált? Hát értek, ha én már olyan feliratot látok, hogy erőszaktevő, meg fosztogató, az már... Az olyanoknak nem kíméljük meg az életét. Aha, jó, nem erre megyünk, hanem erre. Illetve én, ahogy játszottam, így nem nagyon sikerült, pedig a banditák életét is megkíméltem, tehát ugye az elején, itt a farkas, a végjátszáson, tehát amikor én itt, tehát ugye az ment a levesbe, amikor itt voltam, a farkas ölte meg a banditát, de viszont ugye nem tudtam én a banditákkal ott nagyon dűlőre jutni. Tudjátok, elkezdtem, hogy akkor megkímélem az életüket, akit lehetett, sőt szerintem az összeset itt simán csak leütöttem, tehát nagyon sokat lopakodtam. Jó, akkor így ennyi. Azért megyek az ilyen helyekre oda, mert itt ilyen helyeken lehet találni nyílvesszőt. Basszus. Mennyi nyílvesszőnk van most? Most egy pár darabot találtunk, így van. Lesz majd olyan szituáció, de emberek ellen nagyon keveset fogjuk használni. Rajzot nézem. Nagyon ilyen gyerekrajz. Nyuszó-muszó. Az életével játszik. Hát még én ugye patkányt sem lőttem le. Pedig gondolom le lehetett volna. Hát az tényleg az a értelmetlen lövöldözés vagy gyilkolás. Szerintem nem lesz semmi, hogy én most megöltem ezt. Mondom, nem sikerült a banditákkal olyan interakciót kicsiholni, hogy na akkor lássam azt, hogy megéri őket megkímélni az életüket. És nem akarok előre szaladni, de az a helyzet, hogy a másik csoporttal sem. Habár szerintem, ha ott nagyon kiirtanám őket, most a úttörökről beszélek, akkor szerintem Anna lehet, hogy nem segítene nekünk. Ugye volt egy ilyen mondat is tőle. Hú, mennyi az idő? Oké. Picit hosszabb lesz ez a felvétel, meg kell nyomnom a felvételeket. Tehát nincs mese. És erre egy picit visszanézek. Mert össze kell gyűjteni mindent, amit találunk.
Amúgy én nekem az sem tetszett. Na jó, majd hogyha odaérünk, majd elmondom. Remélem, hogy eszembe lesz. És nem fogja elvonni más a figyelmemet, de... Ott... ott... beszélhetek majd róla jobban. És akkor megértitek, hogy miről van szó. Maradjon. Igen, nem... Ó, wow. Kiszúrtam, bizony. Na és akkor így innen jöttünk, csak ide visszanéztem, mert... gyűjtögetünk cuccokat. De ezek nem tudom, hogy kicsodák. Ugye ezek banditák. Vagy ezek kicsodák. Lehet, hogy ugye ez az a csoport, akik ugye itt most partra szálltak. Itt még ugye elkapták őket valakik, valószínűleg, hogy az úttörők. És ugye ott van még a többi részük, de akkor, hogy ezek végig itt banditák, mindenki. Próbáltam így rájönni, hogy néznek ki, de nem. Igazán sikerült 100%-osan rájönni arra, hogy ők kicsodák. Egyetlen egy dologból talán lehetne következtetni, az korukról. És ez majd a későbbiek folyamán majd kiderül, hogy miért beszélek itt korról. De szerintem, hogyha oda beérünk a szoborhoz, akkor már ott már leesik mindenkinek a dolog. Csak nem akarok előre szaladni, tudjátok. Jó, akkor itt már nincs semmi. 19-nél vesző, ha szép. Madarakat sem lövök. Minek? Valószínűleg amúgy, hogy megcsinálták. Tehát, hogy le lehet lőni madarat, patkányt, meg ilyeneket. De ott van valami. Szóval gyerekek, ez egy úttörő tábor. És itt van Leninnek a szobra. És az jutott eszembe, hogy ugye amikor volt nekünk a rendszerváltás, meg minden, és akkor ugye a kommunista diktatúrára emlékeztető ilyen jelképeket ugye megszüntették, de ugye Lenin szobort is. Azt hiszem talán még van egy Lenin szobrunk mutatóba. Talán, de én úgy voltam vele, basszus, tehát a történelmünk része. Engem például egyáltalán, pláne én még fiatal is vagyok, értitek? Tehát, hogy nem értem a kommunista diktatúrában, nem vagyok annyira idős. De engem nem zavar. Tehát ez a kultúránk része. A történelmünk része. De nem, ott ugye azonnal megszüntettük minden ilyen jelképet, vörös csillagot. Azt még mondjuk még megértem, hogy azt leszedik. Átnevezik az utcákat. Őrület. Pedig sokkal, sokkal jobban oda kellene figyelnünk a történelmünkre. Ha az emberek nem melegedni járnának az iskolákba, vagy a gyerekek,
de inkább emberek, tehát ami, most nem csak én általános iskoláról beszélek, hanem ugye már középiskola, egyetem, stb. Habár az egyetemen ugye ott már ott... Jó, attól függ, hogy ugye mit tanul az egyetemen az ember, mert hogyha mondjuk valami történelem szakra jár, akkor értelemszerűen ugye történelemmel foglalkoznak. De például akkor középiskola. Sokkal jobban oda kéne figyelni a történelemre, mert akkor nem érezném azt, hogy egy most is egy mókus kerékben vagyunk, és nem haladunk előre, vagy pedig ugyanoda térünk vissza. Aha. Itt semmi feliratunk nincsen, nincs. Na. És ugye úttörő tábor, és most már akkor elkezdhettek beszélni arról, ameddig itt körbenézek, hogy fiatal felnőttekkel lesz dolgunk. Hiszen úttörő tábor, tehát itt gyerekek voltak, ugye amikor megtörtént a csapás. És ugye ezért voltak az, hogy oktató ilyen sírok vannak. De ez egy picit az zavaró. Majd elmondom, hogy miért. Csak most már találjuk meg azt a részt, ahol nagyjából megtudjuk, hogy miről van szó. Ó, elküldetlen... Ezt nem is találtam meg. Ó, bassza meg. Elküldetlen levél. Kedves fagy apó. Larisának hívnak, 8 éves vagyok, és jó kislány voltam idén. Nem voltam gyáva, megöltem és lenyúztam két szarvast, és megsebesítettem egy banditát a lábán, és nem is hazudok. Ó, akkor ez már azután volt, és nem is hazudok. Ezért akartam egy levelet kérni anyukámtól és apukámtól karácsonyra, ha ez nem nagy gond neked. Nagyon hiányoznak nekem, és nem kérek más ajándékot, ahogy nagyon aranyos. Jó, tehát hogy itt, na jó, mindjárt megtudjuk gyerekek, szerintem. Kalimpálni nem akarok, mert teljesen feleslegesnek tartom. Ha be lehet, hogy jár érte valami? Nem jár érte semmilyen utalom. Ez fontos, bizony ez a kép. Nem tudom mennyire látszik. Na várjatok. De hát F. Basszus. Ez az is. Jó, hát szerintem látszik így egész jól. De megpróbálok így nem. Hát ez szerintem a oktató, a tanár. Csak így ahogy majd későbbiek folyamán itt kiderül. De akkor itt még nem lesz? Nem találom meg azt a... De... Nem az. Ó, basszus, megerültem, hogy megtalálom azt a naplót. Nagyon alaposan körbe akarok nézni, mert... Mert úgy néz ki, hogy itt is hiányzik, tehát tényleg, hogyha megnézik, hogy ezt a srác most hogy játszotta végig, nem tudom. Gyűjtögetni valók, de ugye... Tehát, hogy itt jó sok nincs megszerezve. Vagy lehet, hogy úgy van, hogy én betöltöttem a... Várjatok, az lehet, hogy úgy lesz, hogy betöltöttem a fejezet elejét, és akkor az számít. Hol vagyunk? Tajga? Itt van. Tehát, hogy az számít, értitek? De nem, itt is volt már itt ilyen. Akkor nem. Akkor nem az számít. Csak valószínűleg, hogy a következő... részt ugye mert nem tölti be. De hát nem tudok tovább menni. Tehát ez mind szerintem ide a tajgához tartozik. Ahogy nézem. Jó, tehát akkor az a kijátszott vele, az is párat így elhagyott. Egész jó el vannak dugva Moszkvába, ugye nagyon sokat nem szedtem össze. Tehát nagyon alaposan körbe kell nézni.
Hallok valami beszélgetést, igen. Ez a lámpa. Hát bocs, de így nagyon alaposan. Inkább visszajövök, basszus, mert én úgy emlékszem, hogy mintha itt lett volna egy napló. És rohadtul nem akarom elhagyni. De ha nem, akkor megpróbálok visszajönni. Azt hiszem vissza lehet jönni. Lehet, hogy ott lesz majd. Itt van a, hát ezt gondolom könyvtár? Téka, valami téka lehet. Kalóz! És nem akarunk velük harcolni. Rakjuk le a fegyvert. Előre szaladva, itt a úttörő táborban vannak az úttörők és vannak a kalózok. És van még külön úgy, hogy Olga. De még egy másik csoport is. Tehát még, na majd az kiderül később. De most legyen annyi elég, hogy itt, akik itt voltak régen az úttörő táborban, gyerekek, akkor azok két csoportra szakadtak, kalózok és úttörők. Így durván, jó? És ugye velük nem akarunk harcolni. Sem az úttörő csoporttal, se a kalóz csoporttal nem akarunk harcolni. Ugye itt nem is tudunk átmenni. Velük semmiféleképpen sem akarok harcolni. Banditákkal lehet. Sőt, valószínűleg, hogy fogok is, mert tényleg úgy láttam, hogy igazából nincs értelme megkímélni őket, tehát hogy csak leütöm őket. Annyira jó kis sztori. Igen. Jó, oké, itt nincs semmi. Lehet, hogy akkor itt lesz az a napló rész. Mehetünk le nyugodtan, ezt már tudom, hogy itt akkor le lehet nézni. Hogy állunk? Aha, nincs szűrőnk? De van. De akkor miért lélegzik ilyen nehezen? Basszus, nem áll, miért lélegzik ilyen nehezen? Tehát újra fölvesszük. Nem látom, hogy sérült lenne. Van még egy csomó időm. Miért lélegzett ilyen nehezen? Jó, lehet, hogy csak úgy vissza kellett menni. Tehát, hogy ezek a hullák mind idősek. És azért mondom, hogy fiatal ilyen férfiakkal, fiúkkal fogunk találkozni.
Talán ennyiből lehet tudni, meg ennek szerintem hátra is volt kötve a keze. Sőt, lehet, hogy az a rész, amit láttunk ott az elején fölkötve embereket, meg hogy erőszaktevő, meg ilyenek, azokra most esett le, hogy azokra szerintem utalást is fogunk akkor kapni. Fú, de jó így másodszorra végigjátszani ezt a részt, mert sokkal több minden részletre tudatosul bennem, és figyelek máshogy, vagy veszek észre más. Ezek itt már nagyon régiek. Ezek a... Tehát itt, igen, akkor szerintem lehet, hogy nem. Ezek itt ilyen frissebb hullák, vannak frissebb hullák, és vannak régebbi hullák is. Ott lesz egy érdekes rész, ja. Ez viszont hogy? Tehát, hogy így... Hogy halt ez így meg? Nézzétek! Megint ilyen érdekes kígyó. Valamilyen mutáns. Sajnos kénytelen vagyok lelőni. Mert... Itt vannak jó cuccok. Sőt... Éjjellátót kaptunk. Hát szépen kapjuk vissza a cuccokat. Basszus, milyen. Kipróbáltam, mert ugye ilyen próbálkozás kedvembe voltam, és... tehát, hogy így megmarad kígyó. Lesz itt majd egy, szerintem egy párszor ilyen kígyó marásunk. Szerintem nem fogom tudni kikerülni. Tehát, hogy megölni nem öl meg, de belénk mar, és úgy nem tudjuk gyógyítani magunkat, meg semmit nem tudunk csinálni. Igen, nyomtunk, találtunk egy csalit. Maradjon is ott, azon. Jó párszor kellett majd használni csalit. Ezben a részben nekem, de most lehet, hogy már ügyesebb leszek. Ez így nem jó. Kicsit lejjebb ülök. Hop, ez az. Azt nem. Most sem. Gyönyörű kis vidék. Tabújképes lap, megnézhetjük. Nem tudom amúgy forgatni? Nem, jó. Meggyújthatjuk. Ez az, ez lesz az szerintem, ez lesz az. Aha, ez lesz az, srácok. Rosszul emlékeztem, látszik, hogy ennyire rossz a memóriám néha. De akkor nem is naplót fogunk találni szerintem. Várjatok, igen, marad. Hanem hangszallagot. Oktató. I should have used my authority to stop them from trying. But back then, I still harbored hopes for evacuation too. Vain hopes, as I understand now, for what evacuation could we expect if there's only static on air? Help is not coming. Then again, do we even need help? Our valley was apparently not a target at all. Even the fallout seemed to have spared us. The counter gives me an all-green reading. Even directly under the drain pipes. The children are well prepared. All that time hiking was spent well. It will be easy to teach them hunting. We have all the necessities. And what we don't have, we can make ourselves. To hell with doubt. Let's tackle problems as they arise.
Survival comes first. És itt szerintem már eszembe jutott egy párhuzam, egy érdekesség. Az az pedig, hogy a Legyek ura, nem tudom ki olvasta azt a könyvet, vagy ki látta, mert van belőle film is. A Legyek ura, itt már nekem eszembe jutott. Ugyanis így eddig ugye az a sztori, akkor így most megtaláltuk ezt a hangszalagot, hogy ugye itt volt egy oktató, aki ugye a gyerekekkel, tehát az úttörő táborban ugye túlélték az atomcsapást. Elég ész jól ugye. De ugye nagyon okos oktató volt, mert gondolhatta azt, hogy itt mi vár majd rájuk, és elkezdte őket fölkészíteni, a gyerekeket, vadászni, a túlélésre megtanítani, harcolni, stb. Meg hát ugye oktatta még őket írni, olvasni, blablabla. És majd, hát most egyelőre ennyi elég, na és akkor itt már eszembe jutott az, hogy a gyűrűk ura, bassza meg a Legyek ura, kurva élet, a Legyek ura, hogy itt párhuzamot vonjak itt a történések kapcsán, a regénnyel. Szerintem tudja, hogy onnan vették egy picit az ötletet, a Legyek urából. A Legyek urának a története, hát már amennyire emlékszem rá, mert nagyon régen olvastam és nagyon régen láttam a filmet, pedig szerintem nagyon tanulságos, arról szólt, hogy egy ilyen gyerekcsapat, 8-10-12, meg ilyen kamaszok, valahogy oda kerülnek egy olyan szigetre, azt hiszem egy szigetre, ami egy lakatlan sziget, és csak ők vannak felnőttek nélkül. És hogy ezek a gyerekek milyen társadalmat építenek föl. És nagyon jó, nagyon zseniális amúgy az a regény szerintem. Ó, wow. Vagy film. Ki mit néz? Amúgy a film az szerintem úgy egész jó lett az is, mert a lényeget ragadja meg. Na, de jó, és akkor megtaláltuk. De és ilyenekre kell vadászni, mert így fogjuk ugye megismerni akkor a sztorit. Hogy még később mi lett, hogy lett. Pontosan kik ezek az úttörők, pontosan kik ezek a kalózok, mármint hogy most a csoportról beszélek, az elnevezésükről. Jól van. Oké. Okay. És srácok, szerintem... itt ugye nincs följárat, sehol, igen. Dehogy is nincs. Azt is erre is jól emlékeztem akkor. Ugyanis... Aha. Mehetünk arra is, emlékeim szerint. Aha. Ugyanis ilyen helyeken szereljük, kapjuk meg a újabb és újabb nyílpuskákat. Ez végső soron annyi, hogy így kapunk el egy távcsövet. Jó. Mögé tudunk menni? Ott viszont nem. Nem szeretem ezeket a csúszdákat, ha bár lesz egy olyan rész, ahol majd kimondottan ezt kell használnunk. Mert ugye, hogy egyből, látjátok, átcsúszunk a túlpartra, de én ezt nem akarom. Ugyanis... ott van egy zöld gomba, amit föl akarok venni. Hú, basszus, várjátok. Azért ne ugráljunk be össze-vissza minden hülye gödörbe, mert lehet, hogy nem fog tudni kijönni. Jó, oké. Megvagyunk. És akár hiszitek, ez is számít. Minden ilyen szart fölveszünk. Ugye onnan jöttünk. Így van.
Jó, és nézem most a mentést. És itt az a helyzet, hogy... Aha. Ez az? Jó, figyeljetek! The teacher wanted us to defend ourselves. Well, none of this stuff helps. The bandits have been seen in the village again. Plus, our guys caught a drifter today. Mm-hmm. This just means they need us to remind them the lesson. Alyosha. That's why we're here. We will catch a couple and make some fresh scarecrows. Well, bandits, I do understand. They did terrible things here. But this new drifter doesn't look like a bandit. Perhaps he was just passing by. If he is not a bandit, he should have just passed us by, but no, he crawled out of the river here. I say make a scarecrow out of him and keep the others away. I don't know about this, really. Jó, és akkor mentés. Csináljuk egy mentés. Én most itt készen. Ez az? Hú, basszus, de megijedtem. Na, hát itt már ráthagytátok akkor azt, hogy, hogy itt egy két csoport van, mind a kettő ugye, tehát hogy a régi úttörők felnőttek, és akkor valamiért ők ugye két csoportra szakadtak, a úttörőkre és a kalózokra. És hát gondolom az is itt le lehetett szűrni, hogy a kalózok a radikálisabb megoldás hívei, az erőszakosabbak. Na jól van, srácok. Ennyi fért bele. Remélem nem a mai napban, majd meglátom, hogy délután lesz-e időm, kedvem még egy részt fölvenni. Kellene. De az biztos, hogy egyelőre most így ennyi fért bele. Szóval annyira jó kis sztori kerekedett ki itt ezen a részen, hogy ez nekem itt nagyon tetszik. És csak ezért folytatom a játékot, mert ez itt nagyon jó. Ezt itt van kedvem újra még egyszer végigjátszani. Az a báros rész az nekem annyira nem tetszett, azt megmondom őszintén nektek. Talán még az előtte lévő az a volgás rész volt, ugye? Azt talán még egy picit még úgy jobban érdekelt. Pláne, hogy ott olyan halat imádtak, meg mit tudom én, vagy ilyen, igen, ilyen nagy halat imádtak. Tehát az még úgy jobban tetszett, de a báros rész az annyira nem tetszett. De ez viszont ez most megint nagyon-nagyon tetszik, és ez tetszik eddig a legjobban. Na, srácok, innen fogjuk folytatni. Én köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!